kérem szépen az Úristen fogta a tűs, a cérnyát, s legelsőben Ádámot, a teremtés koronáját kezdte hímezni itt a körvonalai mentén. Sudár, szép termetet hímzetnek, ugye volt cérnája bőven az Úristen, meg éltes vele, csak szegénynek nem volt előképzettsége a varázsba, és képzeljék el, úgy fejezte be a dolgot, hogy az Ádám hasa alatt a maradék anyagot így lazán összefogta az Úristen így. Te milyen fenét csinálsz? Annyit csináltuk már, mit aggódunk. És azzal a jó sok cérnyájával egy ilyen nagy bunkos botot kötött, és az úgy azóta is ott van. Azért a kis bolondságért címmel magyar népi pajzánságok színházi előadást nézhettek meg azok, akik ellátogattak a bátaszéki művelődési házba. Fabók Marcsi bábszínháza lépett fel, akik virágnyelven elbeszélt, népi humorral fűszerezett történetet adtak elő. A Dérine program az egy olyan kezdeményezés, amelyiknek az elsődleges célja a minőségi színházi kultúra eljutatása a kisebb településekre is. Ugye az egy általános probléma, illetve a kultúra szerető emberek számára nyilvánvalóan feladat és plusz szervezési munka, és egyéb anyagi megterhelés, hogyha mondjuk szeretne elmenni színházba, és egy jó darabot látni, legyen az musical, tehát egy zenés, vagy akár egy komolyabb drámai előadás, akkor mondjuk nyakába veszi az autót, elintézi, hogy a gyerkőcökre kivigyázzon, és mondjuk a legjobb esetben is Pécsre vagy Budapestre kell ellátogatnia. A Dérini program keretein belül pályáztunk előadásokra, és megnyertük ezt a pályázatot, és most ez a második előadás, amelyet bátaszékre tudtunk hozni. Úgyhogy örültünk ennek a fajta lehetőségnek, természetesen megpályáztuk, nagyon örültünk, hogy sikerült, és jönnek az előadók, és hál' Istennek az emberek is, mert azt fontos hangsúlyozni, hogy egyébként ezek az előadások a bátaszékiek és a művelődési házba látogatók számára teljesen ingyenesek. A két személyes darabot az előadók alig serdült és korosabb nézőiknek is egyaránt ajánlották. A nézőtéren szép számmal összegyűlt érdeklődők sok nevetése jutalmazták a mulatságos hangvételű történetet. Felintettük az aranyfészekbe az aranymadarat, mert hát oda kívánkozott. Jaj, édes liakam, ebből erős nagy baj lehet. Papa! A magyar népi szerelmes történetek, szerelmi kiokosítók, azok hol szomorú, hol víg történetek, ebből lesz egy összeállítás. A vásári bábjáték az fogja végigkísérni, méghozzá azt a mozzanatot vagy érdekességet, hogy hogyan lesz a szerelmi tűzkerestségen éppen csak átesett leánykából, hát etéren igencsak sokat tapasztalt meglett asszony. Ezt dolgozzák fel bábok és móka keretén belül. A virágnyelven elbeszélt legjobb ízzel fűszerezett és humorral fűszerezett történet fő témája az az Ádámságunk és az Évaságunk az emberi élet különböző szakaszaiban, úgyhogy ennek lehetnek most szem és fültanúi azok, akik ellátogattak hozzánk. A Dérine programnak köszönhetően nem csak vidám, hanem komolyabb hangvételű előadásokat is láthatnak majd az érdeklődők. Novemberben egy Cseh Tamás est várja a közönséget, jövő áprilisban pedig Hobó, József Attila estjén vehetnek részt azok, akik szomjazzák a kultúrát. Ácsorgás közben egyszer csak kapta magát, és erősen tette az egyik lába szárát. Tényleg. És aztán erősen tette a másikat is. Sőt, még nótásd is kedve támad, hogy... Hely, kisasszony, kisasszony, gyógyts az inge, nem vászon. Jaj, de feszes a maga katrincája, engedje meg, hogy nyúljon fel a lája. A piros kancsó, piros bor, de úgyis rám kerül a sor. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgysem élem végig ezt a világot. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgysem élem végig ezt a világot.